Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól, 16-ára és 17-ére az indiai számítás szerint. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák, ezek bizonyos kapcsolatok. Vannak az ujjaink jógái is, ennek van gyógyító hatása. Most mutatok egy gyakorlatot, ez segít megfázásnál és légúti megbetegedéseknél. Adja a tűz elemét, a melegséget számunkra, és erre most szükségünk van, mert 16-án, 17-én hiányzik a tűz eleme, ami jelenti a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket és a szív melegét is. Vagy egy szép meleg otthont. És most mutatom a gyakorlatot. Így összefűzzük az ujjainkat. A hüvelyk ujj így felül van, és a másikkal át öleljük ezt a hüvelyk ujjat. Belélegezésnél kicsit összenyomjuk az ujjainkat, kilélegezésnél pedig egy kicsit elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Mars bolygó jelenti az élet erőnket, de jelentheti a férfiakat is, hiszen ez egy férfias energia. Mars bolygó elbúcsúzott a bika jegyétől, és áttért most az ikrek jegyébe, tehát új energia van. Ez a levegő eleme, itt lesz most mozgás, lesznek változások, beszélgetések, vagy a politikai eseményeket illetően lesznek tárgyalások, és Mars bolygó kihat ezekre a háborús eseményekre. Az indiai számítás szerint a hold szintén az ikrek jegyében van, tehát Mars bolygó és a hold egy jegyben található, és a hold egy erős hatással van most a férfiakra. A hold szimbolizálhat anyai témákat, de jelenti az érzelmeket is, a vágyakat, a reményeket, az elképzeléseket és az álmokat. És ez érinti most a férfiakat. Vénusz bolygó az a szerelem bolygója, és utal ránk hölgyekre. Vénusz bolygó, Merkur bolygó és a nap az indiai számítás szerint a szűz jegyében van. Mi hölgyek szeretnénk valamit tisztán látni, vagy tisztázni szeretnénk valamit. Merkur bolygó hatása alatt fontosak a beszélgetések is. Viszont az ikrek jegye és a szűz jegye között van egy ilyen kevésbé előnyös kapcsolat. Tehát a beszélgetések azok félreértésekhez vezethetnek, különösen, ha érzelmekről van szó. Nehéz most bizonyos dolgot tisztázni, vagy tisztán látni a helyzetet. 17-én félhold van, és ez is a belső feszültségre utal. Hiányzik valami egy félholdnál. Ezúttal hiányzik a tűz eleme. A bátorság, a lelkesedés, a szenvedély, és ez jelentheti azt is, hogy fáradtnak, kimerültnek érezzük magunkat. Vagy van egy kis belső feszültség,
A meleg otthon az megnyugtató hatással lehet ránk. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett holdházak. 16-án a hold az Ardra holdházban van, ami a könnyeket jelenti. Ehhez van egy történet. Rudra az megszületett, de nem volt neve, és emiatt sírt. Shiva megkérdezte tőle, hogy miért sírsz. És Rudra azt mondta, hogy én most megszülettem, de még nincs nevem. És Shiva azt mondta, mivel sírtál, akkor legyen a neved könny. És ez az Ardra holdház, Ardra ez a név a szanszkrit nyelvből lefordítva könnyeket jelent. Itt ez nem arra utal, hogy most sírni fogunk, hanem hogy meg kell nevezni bizonyos dolgokat, legyenek konkrét célok. 17-én a hold áttér a Punarvasu holdházban, és ez jelenti az új fényt, a lehetőségeket, megvilágít valamit. Ha én a fényre gondolok, akkor gondolok a jó Istenre is, és én úgy érzem, itt megvan az isteni hatalom, lesz egy segítség, és talán segít a jó Isten abba, hogy végre béke legyen a nemzetek között. És én kívánok neked egy békés, szép napot. Nagyon sok szeretettel, Dendera.